Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Természetesen hallom ezt a felém irányuló, ha tetszik, népkövetelést, hogy itt hosszasan és minden részletbe menően indokolja meg ezt a törvényjavaslatot. Lehetőleg a 15 percet töltsem ki, de ellent fogok állni ennek a kísértésnek, és azt hiszem, hogy módonban áll csak a lényegre szorítkoznom. Hadd beszéljek először arról, hogy mi az a körülmény, ami szükségessé tette, hogy az öt parlamenti frakció vezetője ezzel a törvényjavaslattal éljen. Már volt szó erről ebben a házban, de meggyőződésem szerint nem elégszer volt róla szó, és talán nem elég hangsúllyal volt arról szó, hogy Magyarország 2011-ben egy óriási kihívással fog szembenézni. Ez a kihívás pedig az lesz, hogy Magyarország fogja betölteni az Európai Unió soros elnöki posztját. Óriási kihívás ez Magyarország számára, hogyha Magyarország a soros elnöki posztot sikerrel fogja betölteni, akkor az Magyarország tekintélyét az Európai Unió tagállamai között megfelelően fogja megemelni, ami azt is jelenti, hogy a korábbiaknál is lényegesen hatékonyabban tudjuk nem csak nemzeti érdekeinket képviselni, hanem Európa egészen érdekében szavunkat hallatni. És megfordítom, hogyha az Európai Uniós elnökség nem lesz sikeres, akkor azzal kell számolnunk, hogy Magyarország megítélése az Európai Unión belül nem lesz olyan, amit szeretnénk, és ez bizony ártani fog hazánk érdekérvényesítő képességének. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 2011, egy évvel leszünk tehát a választások után, ma még nem tudjuk, hogy milyen párt vagy milyen pártot nyerik meg a választásokat, és rendkívül fontos, hogy az Európai Uniós elnökségre való felkészülésünk semmifajta csorbát ne szenvedjen attól, hogy kinyeri meg a választásokat. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy nem csak a kormánykoalíció pártjai, hanem az ellenzéki pártok mindegyike is a lehető legmélyebben lássa ennek a felkészülésnek nem csak a politikai, hanem a technikai vonalvezetését is, annak érdekében, hogy akárki kerül kormányra 2010-ben, megbízhasson abban, hogy az a felkészülési munka, amelyet a mostani kormánykoalíció kezd el és hajt végre, valóban az egész ország érdekeit szolgálja, és elnyeri az ellenzéki pártok támogatását is. Éppen ezért, mint képviselőtársaim tudják, a Magyarországgyűlésben már megalakult az úgynevezett nagybizottság, az a nagybizottság, amelynek a feladata, hogy az Európai Unió tanácsülésére való felkészülés jegyében, mielőtt a miniszterelnök úr elmenne a tanácsülésre, hát egy nagybizottság keretén belül tájékoztassa nem csak az Európai Unióval foglalkozó képviselőket, hanem minden parlamenti frakció vezetőjét arról, hogy a Magyar Köztársaság kormánya milyen álláspontot kíván elfoglalni a tanácsüléseken. Elképzeléseink szerint ezt a nagybizottságot, a nagybizottság hatáskörét egészítenénk ki azzal, hogy legalább fél évenként a tanácsülés megelőzően a kormány ne csupán a tanácsülésre való felkészülésről, az ott képviselendő álláspontról tájékoztassa a parlamenti frakciók vezetőit, hanem számoljon be arról is, hogy az Európai Uniós elnökségre való felkészülés jegyében mit tett, és mit szándékozik tenni a jövőben is. Szeretném hangsúlyozni, és erről maga a törvényjavaslat is kitér, hogy a nagybizottság előtt való kormányzati beszámoló nem helyettesíti a kormány rendszeres kapcsolattartását a parlament szakbizottságaival. Én most nem csak az egyik aláíró frakcióvezetőként beszélek itt, hanem az Európai Ügyek Bizottsága elnöke, ha tetszik, kalapját is viselem magamon, amikor azt mondom, hogy elvárjuk a kormánytól, és a kormány erre ígéretet tett, hogy rendszeresen beszámol a bizottságnak is arról, hogy az elnökségre való felkészülés éppen hogy áll, milyen kihívásokkal szembesül a kormány, jelentős kihívásokkal szeretném aláhúzni, és hogy ennek jegyében miket tervez. A bizottságban is mind az öt parlamenti frakció képviselői
szakpolitikusai helyet kapnak, de ezzel együtt úgy érezzük, hogy érdemes és szükséges olyan politikai szintre emelni ezt a dialógust a kormány és a parlament között, hogy a nagybizottság munkáját is érdemes ezzel terhelni. Tehát erről szól a törvényjavaslatnak az első része. A második rész pedig legszívesebben úgy fogalmaznék, hogy hát idomulunk a tényekhez, a tapasztalatokhoz. Ez a nagybizottság már elég régóta működik. Amikor megalakult, akkor alig lehetett ülőhelyet találni a teremben a képviselők. Bármely frakcióhoz tartozzanak is, szorgalmasan eljártak és részt vettek a vitákban. Azt kellett, hogy tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban az érdeklődés megcsappant a nagybizottság munkája iránt. A frakcióvezetők vagy személyesen, vagy megbizottjaik útján, az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok elnökei és alelnökei, a külügyi bizottság elnökei és alelnökei még-még részt vettek a megbeszéléseken, de a bizottság tagjainak a székét, hát ha őszintén akarok fogalmazni, azt kell mondjam, hogy többnyire a nagybizottság üresen találta. És ehhez szeretnénk a nagybizottság rendjét, ha tetszik, átalakítani, hogy a nagybizottság munkájában azok vegyenek részt, akik a politikai súlyt megadják a nagybizottság munkájához, és ezen túlmenően valóban azok a szakpolitikusok, akik valódi érdeklődést mutatnak a bizottság munkája iránt. Szeretném itt megjegyezni, és ezt az Európai Ügyek Bizottságában lefolyt munka alapján, vagy vita alapján mondom, hogy elnézést kell, hogy kérjünk. Elnézést kell kérnünk olyan képviselőtől, mint Veres József képviselő úr, mondjuk a Szocialista Párt részéről, vagy Ékes Józsefre nézek a Fidesz Polgári Szövetség részéről, akik rendszeresen résztvevői voltak ez az üléseknek, és tudniuk kell, hogy nem róluk szól most az a döntés, hanem azokról a kollégáikról, akik, hát úgy mondjam, kevésbé voltak aktívak, mint megnevezett képviselők. Tőlük tényleg őszintén elnézést kérek, le a kalappal előttük, mert aktívak voltak, de hát ők is tanúsíthatják, hogy ez a probléma a nagybizottság munkájával kapcsolatban valós volt, és érdemes a tapasztalatok alapján hát a megfelelő tanulságokat a vonatkozó törvényeinkben is átvezetni. Tisztelt Országgyűlés! Lényegében ebben foglalható össze a törvényjavaslat, amelyet az öt parlamenti frakció vezetői jegyeztek. Kíváncsian nézzük a vita elébe, és szeretnénk annak a reményünknek hangot adni, hogy a parlament, amilyen konszenzussal terjesztette a plenáris ülés elé ezt a törvényjavaslatot, hasonló vagy ugyanolyan konszenzussal fogja végül is elfogadni azt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!